Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. Ennek a díja, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Mielőtt beszámolnék arról, hogy mit közölnek a csillagok, szeretném megköszönni a jó tanácsokat a gyűrűmmel kapcsolatban, ami úgy lecsúszik az ujjamról, de majd azért a napokban vagy a következő hetekben, ahogy az időm engedi, akkor tényleg elmegyek ékszerészhez, és akkor megcsináltatom, hogy a gyűrűs ujjamra passzoljon, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a segítséget. Ez a videó megjelenik március 3-án. Ezen a napon a hold, a Jiesta holdházban van az indiai asztrológia szerint. Ehhez elmondanám a történetet. Az indiai mitológiában a hold az egy fiatal, szép férfi, Chandra, így hívják. És ez a Chandra beleszeret Rohiniba. Rohini lefordítva tulajdonképpen a hajnalt jelenti. Mondhatnánk azt is, hogy Chandra beleszeretett Hajnalkába, és megkérte a kezét. A Hajnalka édesapja azt mondta, igen, elveheted a legfiatalabb lányomat, de neki még van 26 nővére, és őket is el kell, hogy vegyed. Így a hold összeházasodott 27 nővel, a testvérekkel, és Rohini a legfiatalabb, és Jiesta a legidősebb. És most ebben a holdházban van a hold, a Jiesta holdházban. Ez tulajdonképpen nem egy idős nő, hanem egy bölcs, okos nő, aki tanácsokat ad a húgainak. És ezen a napon bölcs döntéseket hozunk, vagy kapunk valakitől egy jó tanácsot, esetleg mi adunk másoknak tanácsot. Ezen a napon, március 3-án, Merkur bolygó kapcsolatba áll mindkét hold csomóval. Az egyik kapcsolat nagyon jó, előnyös, és itt Ráhúról van szó, mégpedig a felfele mozgó kármikus hold csomóról, ami utal anyagi dolgokra, meg utal a jövőre. Tehát most Merkur bolygó hatása alatt lesznek tárgyalások, beszélgetések, tervek, szerződések, nyeremények, minden jó irányba halad. Merkur bolygó kapcsolatban áll a másik hold csomóval, a lefele mozgó kármikus hold csomóval, Ketuval. És Ketu jelenti a múltat és az érzelmeket. És ez a kapcsolat Merkur bolygó és Ketu között, ez egy úgynevezett quincunx kapcsolat, ami bizonytalanságokat vált ki. Itt érzelmekről van szó, és a múltról van szó. Lehet, hogy valaki visszatér a múltból, elkezd érzelmekről beszélni, és nem tudod, hogy megbízhatsz-e benne, igen vagy sem, hiszen bizonytalanságok állnak itt a középpontban. Vagy azt is jelentheti, hogy gondolsz valakire a múltból, kicsit bizonytalan vagy, hogy vannak-e még érzelmek a részéről, jelentkezik-e igen vagy sem. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Először az ő gondolataira figyelünk oda.
Itt látható ez a létra, tehát így fölfele lehet menni. Ez jelenti a magas célokat, a célok elérését, hogy nála is vannak bizonyos célok, amit szeretne elérni, vagy úgy érzi, hogy nálad vannak ezek a célok. És ezek a célok összefüggésben állnak a holddal, ahol érzelmekről van szó. Amit ez a kártya még jelent, hogy itt fontos döntések lesznek. És hogy fog dönteni? Itt látható a szenvedély. A képen ez a férfi meg ez a nő jelent egy találkozást, egy közeledést és a szenvedélyeket, de látható itt a zene, a művészetek területe is. Tehát lehet, hogy ezen a területen ügyes, de amit még a képek jelentenek, hogy döntéseket hoz, közeledik hozzád, meg akar érinteni téged. És hogyan érzi magát? Itt látható, hogy szeretne úgy előre ugrani, de egy lépés előre, kettőt hátra, mindent kontrollál, hogy mit hogyan tegyen. És pontosan ezt a kontrollálást kellene neki elengednie, és úgy döntenie, ahogy ezt ő tervezi, ahogy érzi magát. Mivel itt fékezi a dolgokat, amit neki el kellene engednie, az azt jelenti, hogy fontos lenne jelenleg, hogy jöjjön, és érzelmekről beszéljen. Itt látható a testi kapcsolat meg a szenvedély, de az érzelmeit eltitkolja. Lehet, hogy vannak félelmek a múltból, és pont ezt kellene elengednie. Kell a szabadság érzete. Ő ugyan bátor, de amit nem mer kimondani, hogy hogy érez irántad. Mit fog tenni? Itt látható a remény és egy utazás, sőt a horgony is, hogy megvan a biztonság érzete részéről, hiszen úgy gondolja, úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni, és megvan ez az optimizmus, a könnyűség, vannak tervei veled. Mi fűz össze benneteket? Erre utal a magyar kártya, amit a férjem készített. Én ugyanis elmondtam neki, hogy van az úgynevezett rovás írás, náluk, a németeknél vagy a germánoknál van az úgynevezett rúna, és ezt összehasonlítottuk, és észrevettük azt, hogy van hasonlóság a rúna és a rovás írás között, amit szeretnék mutatni nektek. Melyik betű jön most ki? Itt a D betűről van szó. Most elgondolkodhatsz azon, mit jelent számodra a D betű. Ez lehet egy név, ez lehet egy helység, ez lehet egy fogalom is, vagy egy ország. Ami nekem úgy eszembe jut, Dóra például, vagy Dénes, ami még eszembe jut, a Duna, Dunahalász, azt hiszem van ilyen helység Magyarországon, ha jól emlékszem. Ami fogalom most eszembe jut, dió, vagy diófa. Ez lehet egy szép sütemény is. És a rovás írás, a régi írásmód itt van középen, ennek van egy szimbolikus jelentése. Az egyik vonal utal a te életutadra, a másik vonal utal az ő élet útjára, és itt látható a kereszteződés, egy találkozás, hogy az élet utatok kereszteződik. Amit ez a szimbólum még jelenthet, hogy mindketten itt vagytok középen,
és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen változások legyenek, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy lesz kettőtök között változás, egy új irány. Hogy számodra mit jelent ez a betű, vagy ez a szimbólum, örülnék neki, ha leírnád a kommentárba. És itt látható a rúna. Hasonló, mint a rovás írás, és ez a rúna azt jelenti, hogy most eljött annak az ideje, hogy kellene cselekedni. A napi energia az itt látható. Te itt vagy középen. És látni a képen, hogy mások hibáztatnak téged. Vagy vitatkoznak veled. Egy nagyon kellemetlen helyzet. Itt nem a párodról van szó, hanem másokról. Ez lehet a család, ez lehet a munkahely, vagy a rossz barátok. Tehát valaki támad téged, vagy valakik támadnak téged, és úgy tesznek, mintha te lennél hibás valamiért, pedig ártatlan vagy. Itt meg kell védeni magadat, vagy elkerülni ezeket az eseményeket, elkerülni ezeket a kapcsolatokat, nem érdemes vele foglalkozni. Ami a párodat illeti, megvan arra a remény, hogy ő segítsen neked, erősítsen téged. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, vagy írd le a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. Persze, meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!